magamnak. Na gyertek szépen, csacsikák. Nyissuk meg a... plusz egy ügyességgel, most igazából nem tudok mit kezdeni. Mert jónak jó. Csak nem eléggé. Ez a kiváló kardok és buzogányok. Ez a kiváló kard és buzogány, mert csak egy van. És a bunkós bot is. Most már másnak fog segíteni. És ezt sem tartom magamnál, mert egy fontos fegyver. És ha már használtá vált. Vagy túl gyenge. Tárgy felszerelést átadom a csacsinak. Mégpedig Flairnek. Jégszilánk. Fú, 3, 2, 5 sebzés. Nem rossz. Nem rossz, meg kell mondjam. És jó a mana ára is. Relatív jó a mana ára, mert lehetne jobb is. Mit csináljuk? Mocok. Nem jó egyik sem. És hogy mindegyiket túl a varázs könyvébe beraktam. Oké. Ezzel meglévén. Ide lemenni és megnézni, hogy mit. Helyteket ez a lejárat. Támadás. Ezért nem értek el más, mint a májusok nyílt hatalmát. És lehet, hogy ulóra vesztét? Hogy kiütötte? Már egy ügyét, amilyen. Így nem. Kicsengélem a gyógyítószeret. És ugye szétverni a dobozokat újra. Mert a dobozokban hasznos dolgok vannak. Például egy olyan bot, ami 230-at ér. És tárhelyenként, tehát pocion helyenként többet ér, mint egy mana pocion. Egy kicsit lazítsál. És válts vissza a tűzgolyóra. Ez az. Tűzgolyóval nagyjából rendben van a virág. Na, hogy végén ez a fagygólem már? Meg kell jutnom a ládáig. Fonálni. Gyűrű. 20 mana. Mana gyűrű csak neki. Plusz 1 a távolsága. Tudod mit? Neked jó lesz. 13 méter. 13 méter. Na. Rendben vagytok. Hogy növelem kinezed sebzését, majd tapasztalati pont
bevételét. Úgyhogy gyógyító gömbbe. Oké. Szép vissza, és... egy kerülés, és támadás. Elkaptunk. Valikor, mert megint elkaptunk. Pókokkal is elbántunk gyorsan. És nagyjából kezdünk beállni egy egyensúlyba. Átment rajtunk. Támadás. Flasht be. Szapott vissza. Huszonöt. Igen, egyensúlyban vagyunk. 25. 29. Most Gwen is kezd egy kicsit előrindulni. De ez nem baj. Halloj. Jaj, ez nem mutatja felszerelést. Csak hogy felhajta vagyok, csak akkor látom. Csímek vannak. Jó, szobát megnéztem. Vizetesen elfutottam. Na gyerünk, Gloer. Húzzuk magunkkal az összes szörnyet. Hívjuk őket be a szobába. Gyilkolászás. Zappe. Márját sebeztünk már. Csak az a baj, hogy mindig annyian vannak, hogy nem igaz. Csapjuk le gyorsan, csapjuk le gyorsan. Na ide kell. Csatagyógyítás. És mehet a savgáz. És mehet a flash. És ha jól sejtem, senki nem menekült el előlem. Jó. Akkor meg vagyunk. Új bot, mit tud? Semmi hasznosat. Olyan, mint a szív megfogó. Az ilyen, amit a kriptekban találtam, csak hát. Az is gyengem. És sorany, az sosem állt, és... több ellenség sincs már. Mekkorát robbant. Észre sem vettem, mekkorát robbant. És... körbe jöttünk, ez az. Mit hagytam ott? Sok jádegankoil idézés. Ezt itt hagytam. És a sok az mennyit sebez? Nem éri meg. Semmi. Jó. Akkor menjünk ki. Adjuk át a felesleges fegyvereket.
Varázskönyv marad. Munkó elmegy. 24-es erő kell hozzá. És annyira sokat nem véd. Kalapács. Jé, ez amit nullás szinten talál az ember. Jó. Szóval Ctrl F1 és úgy mentem. És F1-jel visszatöltöm. Na ezért is értem meg. Viszont megnézni a beállításaimat. Ez a csapat. Elállítottam. Ez 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, az a fegyver opcióim közül. Az a fegyver opcióim közül veszem le ez. Két furok. 1, 2. Két furok. Gyűj a fene! Hagyj békén! Csap be. Ez az. Zavraszk fogó. Ó! Emlőtt ez olyan sokat. És kétkezes ráadásul. Amit látjátok, ezt az AVG DMG per 10-szeket nézem. Ami az átlag sebzés mondja, és ez a... Ez is a sebzés időt is. És ez a... És ez a fegyver sebességét is figyelembe veszi. Ezért használom. 1, 2. Ctrl A pedig az összes éppen megjelenített karaktert előveszi. Oho! Csacsik. Vissza. Hagyjunk mondom egy kis manőverezéseket. Mert láttam őket, ott van egy kláv. Ott van. És ott vannak farkasok. Mennyi, rengeteg farkas van. Na, ezekkel is el fogok most gyorsan bánni. Négy. Öt. Mit hagyunk nekik egy szeretett csomagot? Jó, egy tizenvalahány másodperc hátra. Hát jó lesz. Megvagytok! Hehehe. Hoppá. Most jövök én. A savasaknáimmal. Hát erősek, valaki nagyon elnézte a számokat, amikor ezt készítették. Savgáz vissza. Savas akna, vagy villám akna vissza. Hol vagy? Ah, itt vagy. Farkasok, gyertek! Elmúltak. Aknákat be. Farkas, ezen be lehet tenni aknát. Olyan jó ez, ha tettem is akkor. Oké. Szeretnek az apját visszatettem. Gyertek
szépen. Minden nyomorékot megfogtunk. Pajzson megfogott egy találatot, vagy mi? Savgász be. Valaki most nagyon el fog pusztulni. Hát ennek sok értelme nem volt. Azon kívül, hogy rengeteg mánat elvesztegettem. Nagyon jól esett, na. Hát most már fegyel visszatudom tölteni ezt az elsőt karaktert. Ezt a csoportot elő tudom hívni. Ami nem a csacsikból áll. F1, gyünk. És most támadás. Tegyük össze a fegyvereket. Ez régi fegyó. Tompa Gladius. Gladius az egy ómai kard. Ómai korban elterjedt kard. Gladiátorok használták. Meg rendes légiósok is. És most már egy szurdokban vagyunk, ami jó jel. Viszont magunkhoz kell hívni ezt a csapatot. Hogyan van a kút mellett, küzdessünk meg velük. Ez az. Gyógyítás be. Most, hogy a csatmágos nem tud gyógyítani, most már sokkal könnyebb a két mágus között a tapasztalatot elosztanom. Sokkal könnyebb. Savgáz. Oké. Hányan voltok egy helyen? Mindegyik ugyanabban az egy négyzetcentiméterben próbált elbújni. Hát... nem volt egy bölcs döntés. Na. Pofon ide, pofon oda. Életünk van elkezdve. Minden irányból kapjuk az állást. Futás. Elég, ha csak Gwent mikrózom. Hoppá. Elrontottam. Elfelejtettem a kamerát. Látjátok ezt az utat? És visszamegyek a csacsikét. Oda elmentünk és tettünk egy kört. Miközben itt elosonhattunk volna. Viszont találtunk néhány ellenfelet, és fejlődtünk. És a fejlődés, meg a zsákmány nagyon fontos a játékban, ugye? Oké. Ctrl F2. Kilép F2, F1. Ha külön kezelem őket, akkor az jó. Nagyon jó varázslatokat találtam.
gyorsítás vagy szemszegély. Gyorsan. Összétek őt be. Az, hogy gyont most kiütötték, az nem akkor gond, mert meg fel tudom gyógyítani. Ez elég is lesz, sávgáz vissza, támadás. Hozzak minket. Diminution. Csökkentés. És egy pocia, és egy vonalbaj, és egy itavat sem ittam. Na. Diminution. Csökkenti. Zsugorítás. Zsugorítja az ellentfelet. Igazából csökkentés. Ó, fogok. Csak nem vagy gyónt ütöd. Mondom, ha csak nem vagy gyónt ütöd. Akkor rendben lesz. De gyónt ütötted, úgyhogy nincs rendben. Te most gyógyítsál. Gyógyítsd azért meg. Jó, sapkázz be. És osonjunk le ezen a mellékösvényen. Nézzük már meg, mi vár ránk. Húha. Egy sarok, ahol senki sem tanyázik. És egy fa, és sok fa, sok fa, sok fa. Kiterebélyesedik a völgy. Völgyéterebélyesedik a szótok. Viszont szörnyek támadnak ránk. Ezért fölkapaszkodunk a szélére. És most, hogy ez a három. Hárman vannak, első nekik. Csap be, csacsa. Miért ütsz mindig mellé? Nem igaz. Még kapaszkodtam én odafra. Nyá. Klávok. Klávok és... Csak itt tudnak feljönni, és bármilyen. Első nekik. Még így, hogy az esetek felében melléjük. Még így is. Gloen a legerősebb. Zsákmány. Oké, oké, oké. Na most már klávok sem jön ijesztőek. Egy-két szinttel zsebünkben. Először őket kell lecsapni. Ó-ó. Annyian ütnek, hogy a hang... hangeffekt maga. Vajonjunk ide vissza? Annyian ütnek már minket, hogy a hangeffekt. Szed, ez a te lehetőséged. Menj előre. Titeket hátra küldelek. Oda föl. Szed, te pedig. Hoppá, meg vagyunk. Ó, hanyan vagytok meg, hirtelen. Fasd be.
Csontvázidézés, 16-os szint kell hozzá. Igen, nem, csak 10-es szint kell hozzá. Jaj, de figyelmetlen vagyok. Bénítóbot nem kell. Nem kell. Semmi jó nincs benne. F1-jelünk. F1-jelünk. F1, gyönk. Gyönk. Miért szed szét mindent? Ezt szerencsétlen pedig itt hagytuk. Ami nem volt egy szép dolog tűnk. Prima vért. Ah, 14 és 80. Gloern, neked ma jó napot van, 141, 168, így kell tolni. Igen. És benne olyan kíváncsi vagyok, hogy mit tud csinálni most velem egy robbanó hordó. Inkább nem ütöm le a törpémmel. És a robbanás. Egy átjárót nyitott ki. De itt egy bánya volt, hoppá! Hát... itt bányáztak valamit. Valami fémet talán. Olyan biztos nem, mert az nem ilyen csúnya. Piszkossága. Az meg valamiért. Valami másik érzet. Lássuk, mi van itt? Szétvett bányászasztalok. Talicska. És kópjak a kézgírat, hogy tanyáztak azóta, hogy ezt a bányát elhagyták. Doboz, doboz. Hordó. Fákja. Bocsánat, vizsgetett a bajszom. Na. Még több ilyen. Közel a cérnemet növelő csizmácska. Paf. Uff. És még három skorpion, gyerünk. Még egy mágusbot. Ez a mágusbot lesz. Plusz egy közel a cérnemet. Plusz 2 maximális sebzés. Ez csak a közelharci sebzésére vonatkozik, mint... a harcos botnak. Úgyhogy nem jó. Úgyhogy roppantól nem jó. Lehet a legrosszabb bónuszok, amikkel egy varázsbot megjelenhet. A varázsbotot sosem fegyvernek használjuk. És tudom, olyan mód sincsen a játékhoz, ami... varázsbotokat átalakítja oly módon, hogy sebzésük varázslati tapasztalattá váljon. Tehát, hogy egy mágus neki el egy bottal hadonászni, akkor közel a célja fog megnőni. Hagyjunk. És az nem jó. Akkor nagyon kellemetlen hibrid lesz mágus és közelharcos között. Nem fejlődik a mágiája, ami az igazán fontos. És a sebzése sem lesz olyan, meg az állóképessége, mint egy rendes közelharcosnak. Tehát nem érdemes használni. Na, hol voltunk? Igen, itt hagytuk abba. És megyünk be a ködbe. A fennsíkon. Ti oda mentek. Csacsikat előhoztam. Mehetünk tovább. Teljesen elhagyatott ez a hely.
Jégharcosok. Támadás. Essünk meg. Jégkard. Kiskölyek vaspajzs. Jégkard. 530. 19-es. Erőnél. Valószínűleg 19-es erőnél találunk ennél messze jobbat. Nézzünk el, hogy az oldala. Na, egy kis van a ital. Ezért már megérte eljönni. Menjünk szépen vissza. És mi lehet itt? Valami... Oh. Oh. Emögött mi van? Nem, nem tudok bemenni. Ez a kőcsa, kőoszlop automatája. És kinyílik az ajtó. Hóesés ellen. Ebben már nem esik. Jéglégy? Azt a... Hát már jönnek. Verjünk el őket. Jéglegyek, jégkoncosok. Hát már most. És egy olyan... Valamiből előjöttek. Ó, nekem jöttek. Hányan vannak? Jézusom. Flashd be. Mindegyik mellé üt szegénység. Jól nőtt az ügyessége. Na. Üdvözlő. Minket üdvözlő jégharcosokkal bánjunk már gyorsan. Szerette kifogytál, nem igaz? Olcsó. Szednek nincs elég manája, nem? Ne csináld már, szed, nem akarok még inni. Jó, nem legyen. El vége. El kell bánnunk a citrajainkkal. Illetve nem. De majd. Na. Ott az. Jég. Jég kaptál. Hely, most nem akarok egyelőre tovább venni. Menni. Most abba hagyom a felvételt, és találkozzunk legközelebb. Na, most, hogy megérkeztünk a jégbarlanghoz, ideje lesz abba hagynom a játékot. Örültem a szerencsének, monokli voltam, sziasztok!